zöld falak olyan függőleges felületek, melyeket növények nőnek be. Lehetnek természetesek, valamint építettek. Alkalmasak külső és belső homlokzatok borítására. A természetes növényfalak esetében a növények gyökérzete a termőtalajjal közvetlen kapcsolatban van. Az épített zöld falak jellemzője, hogy a növényeket egy szerkezeti egység segítségével rögzítik a falhoz, a tápanyagot pedig egy speciális, függőleges talapzatból nyerik. A növényfalak változatos növénykínálatból épülnek fel. A falat az összeválogatott növények és a fal szerkezete alkotják. A szőlővel befuttatott lugasokat évszázadok óta használja az emberiség árnyékolásra és szőlőtermesztésére. A mai zöld falak alkalmasak lehetnek élelmiszertermelésre is, például fűszernövények termesztésére, de ültethetünk szezonálisan epret, salátaféléket vagy paradicsomot a zöld falra. Zöld fallal el lehet rejteni például kukatárolót, vagy lehet árnyékolni buszmegállót, de akár bútort is befuttathatunk vele. És már szobrok is készültek zöld fal kivitelére.